Már ma dönthetnek az Uber betiltásáról, a taxisok ennek ellenére ma újra tüntetnek. Ellenzik a fuvarozók és az ellenzéki pártok, hogy a kőolaj világpiaci árához kössék a jövedéki adó emelését. Megmentenék a bezárástól az öreg gödöllői cukrászdát, már 17 ezeren írták alá a petíciót. Megtelt a Szentendre és Kanzen, ezrek voltak kíváncsiak a pünkösdi hagyományokra. Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 órakor. Már ma betilthatják az Ubert és a feketén működő fuvar megosztó alkalmazásokat. A parlament ma tárgyalja a fejlesztési miniszter javaslatát, amely lehetővé tenni, hogy a hatóságok blokkolják ezeket az alkalmazásokat és elvegyék a sofőrök jogosítványát. A taxisok az elmúlt pár hétben többször is tüntettek az Uber ellen. Az amerikai cég viszont nemrég 30 ezer tiltakozó aláírás gyűjtött össze a betiltás ellen. A Facebookon pedig már 10 ezeren jelezték, hogy részt vesznek a taxi ellenes bojkotban június 1-én. Nem állnak le a taxisok sem, ma is folytatják a szokásos keddi tüntetésüket. 9 órakor indulnak a Hősök teréről, és a Tököli úton átmennek az Erzsébet hídra, onnan Budára. Itt visszafordulnak és lezárják a híd egyik sávját. Közben a taxisok egy csoportja a petíciót visz Pintér Sándornak. Arra szólítják fel a belügyminisztert, hogy tartassa be az Uberesekkel szembeni szankciókat, amelyekről szerintük a rendőrök mit sem tudnak. Hiába csökken a kőolaj világpiaci ára, ettől még nem lenne olcsóbb az üzemanyag itthon. Egy bizonyos világpiaci ár alatt ugyanis megemelnék a jövedéki adó mértékét, ez szerepel egy adótervezetben. A fuvarozók és az ellenzéki pártok viszont ellenzik az adóemelést. A kormány javaslata szerint, ha a Brent kőolaj világpiaci ára hordonként 50 dollár alá esik, akkor Magyarországon a gázolaj jövedéki adója literenként 10 forinttal emelkedne, míg a benzin és a petróleum 5 forinttal drágulna. Egy másik változat a világpiaci küszöbértéket a 40 dolláros hordonkénti árhoz igazítaná. Szeptember 1-től a gázolaj, a benzin és a petróleum jövedéki adótermékét a kőolaj világpiaci árához kötné a javaslat. Amennyiben ez többlet bevételt jelentene, ezt a hazai közutak, elsősorban az alsóbbrendű utak felújítására fordítanánk. Ez azonban az ellenzéki képviselők szerint nem sok jót ígér. Ebben a konstrukcióban csak az állam jár jól, mindenki más veszélyt. Ugyanis ha a világpiacon csökken a kőolaj ára, akkor az adóemelés révén szintén az állam jár jól, sőt, olyan a konstrukció, hogy az üzemanyag többe fog kerülni, hogyha a világpiacon egy árcsökkenés következik be. Így találta ki a kormány. A költségvetés 55 milliárd forintos bevételt remél ettől, míg máshol a kormány jóval nagyvonalúbb, mondta a politikus. Más konstrukcióban, műemlékfelújítás révén, kastélyfelújításokra, akár egyetlen vállalkozásnak is 32 milliárd forintos adókedvezményt adhat, és az nagy valószínűséggel a haverok zsebében landol. A jövedéki adó növelése az áruszállítás, így valamennyi termék árát is növelheti a fuvarozó vállalkozók országos szövetségének főtitkára szerint. A nemzetközi fuvarozók, ha kiszámolják, akkor rájönnek arra, hogy a környező országban, merre járnak, olcsóban fognak üzemanyaghoz jutni, és ennek megfelelően eldöntik, hogy amit hazahoztak évekkel ezelőtt tankolás, ezt most esetleg kivigyék. A belföldi áruszállítók pedig azért járnak rosszul, mondta a szakember, mert olcsóbb gázolaj esetén a megtakarításból fejleszthettek volna, de ez elvész. Szakértők szerint a várható bevétel növekedés költségvetési szempontból inkább apró pénz, bár a fuvarozókat a gázolaj drágulása érzékenyen érintheti. A benzinára is emelkedhet, ez azonban nem lesz jelentős. A kormány itt inkább a sűrű fillérre számít, nem úgy, mint a cigarettánál, ahol egy-egy doboz ára akár 400 forinttal is nőhet a jövedéki adó tervezett emelése miatt. Ehhez viszont a világpiacnak már semmi köze. Megérkezett az Alkotmánybírósághoz Fodor Gábor alkotmányjogi panasza a kvóta népszavazással kapcsolatban. A testület főtitkára szerint erről várhatóan még július közepén, vagyis az ítélkezési szünet előtt döntenek. A törvényi határidők miatt elvileg akár a népszavazás időpontjáig, vagy egy azutáni időpontra is halaszthatnák a döntést, de a főtitkár azt mondta, ezt igyekeznek elkerülni.
Fodor Gábor, a liberálisok elnöke azért támadta meg a kúria döntését, mert szerinte a kvóta kérdése nem parlamenti, hanem uniós hatáskörbe tartozik. Ezért úgy látja, arról nem lehet népszavazást tartani. Késelés volt a bicskei menekülttáborban. Két afgán fiatal szólalkozott össze az állomáson, majd egyikük hason szúrta a másikat. A támadót előállították, eljárás indult ellene. An accident happened yesterday in here. Ez a menekült azt állítja, személyesen nem látott semmit, de több ismerőse is tanúja volt annak, ahogy a két migráns férfi összeverekedett tegnap a bicskei menekülttáborban. Később egyikük késsel hasba szúrta a másik, ugyancsak afgán állampolgárságú menekültet. A sérültet kórházba szállították. A támadó a rendőrségnek nem indokolta meg tettét. A férfit a bicskei rendőrkapitányságra állították elő a kollégáim, majd ezt követően ott a nyomozók súlyos testi sértés kísérlet büntet elkövetésének megalapozott gyanú miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd bűnügyi őrizetbe vették. Több bicskei lakos azt mondta, ilyen még nem fordult elő a városban, menekültekkel pedig csak nagyon ritkán találkoznak az utcákon. Migráns ide, migráns oda, itt a belvárosban csak a vasútállomáson mászkálnak, erre sem erre. Egy iskolás lány szerint néha előfordul, hogy lányokkal illetlenül viselkednek az ott lakó menekültek, de eddig semmilyen veszélyes helyzetben nem kerültek emiatt. Igazából annyi a zavaró, hogy nagyon sokszor köszönnek, és valószínűleg ugye a lányoknak szoktak inkább köszönni, és azért, mert akarnak tőlük valamit, meg feltűnően kacsingatnak, meg hasonlók, de igazából így bántani sosem bántottak még így minket. A tábor területére stábunkat nem engedték be. A rendőrség viszont folyamatosan jelen van a bicskei befogadóállomáson, és továbbra is fokozottan ügyelnek a biztonságra. A mögöttem látható bicskei befogadóállomáson semmit nem tudnak az esetről az itt lakók. Annyit tudtunk meg, hogy a székesfehérvári kórház sürgősségi osztályára szállították a 18 éves afgán férfit, akit tegnap itt késeltek meg. Az orvosok szerint az állapota jelenleg stabil, pár nap múlva kiengedik a kórházból. Az ATV híradóját Kántor Fani tudósította. Most pedig megmutatjuk, hogy miről lesz szó még a híradóban. Teljesen összeroncsolódott egy autó, amelyik vonattal ütközött, a sofőr viszont életben maradt. A tulajdonosok az emeleten aludtak, amikor kifosztotta őket egy férfi, egy polgárőr segítségével fogták el. 8 gyerekkel kerülhet az utcára egy család Pétfürdőn, ki kell költözniük az albérletükből. A lakást ugyanis megvásárolta az eszközkezelő. Márpedig a szabályok szerint ezek után az eredeti tulajdonosnak kell a lakásba laknia. Az eszközkezelő intézkedését a család nem vitatja, de azt nem tudják, hová mennek néhány nap múlva a gyerekekkel. A legnagyobb fiú 17 éves, a legkisebb pedig még csak 8 hónapos. Az anya első házasságában 6 gyerek született. Házasságuk megromlott, házukat elveszítették, a gyerekek több mint 3 évre állami gondozásba kerültek. Innen kellett újra kezdeniük, ami egészen eddig úgy tűnt, hogy sikerül is. Az anya újra férjhez ment, született még 2 gyerekük. Szegényesen, de megéltek a bevételeikből. Albérletükből most azonban menniük kell. Az eszközkezelő veszi át az egészet, és ő neki kell visszaköltözni. Önnek is van 4 gyerkőc. És mi kénytelenek vagyunk kimenni, mert hogyha ezt ugye átveszi a bank, akkor itt nincs mese, itt csak a saját tulajdonos tartózkodhat. Na most én 8 gyerekkel nem hiszem, hogy találok bármit is. A családfő dolgozik, az anya a kicsikkel van otthon. Van jövedelmük, de mégsem találnak albérletet. Ugyanúgy, ha valaki azt mondja, hogy hát van egy üres háza, költözzünk be, fizetjük mi albérletet, rezsit, bármit. Csak ugye tenni gyerekkel azért megmondják a tulajdonosok, hogy hát kihagyják ki azt a lakást akárkinek. Most egy 3 szobás lakásban laknak 10. A 2 kicsi a szülőkkel alszik, a nagyobbak egy-egy fiú és lány szobában. Túl lenne külön szoba, anyának is mondtam már. Csak hát igen, ehhez össze kell szedni magunkat. Uh-huh. Ami eléggé nehéz. Hát... Te sírsz? Nem. Az anya azt mondta, hogy ő még egyszer nem engedi, hogy elvegyék tőle a gyerekeit. A családsegítő munkatársaival folyamatosan együttműködnek. Szerinte sokan élnek náluk rosszabb körülmények között, de most még nem tudja, hogy hova tudnak majd elköltözni. Az anya azt gondolja, biztosan lesz megoldás, pedig már csak pár napjuk van addig, amíg ki kell költözniük. Azt, hogy hova mennek, egyelőre nem lehet tudni. A csodával határos módon életben maradt egy idős asszony, aki autójával vonaknak ütközött egy veresegyházi vasúti átjáróban. A Mávinform szerint a fénysorompó jól működött, és az autós ennek ellenére hajtott a sínekre.
A 60 év körüli nő a vonat alá szorult. A képeken is látszik, hogy a vonat teljesen maga alá gyűrte az autót, amely összeroncsolódott. A gödöllői tűzoltók sokáig küzdöttek, hogy ki tudják szabadítani a nőt, akit végül mentőhelikopterrel vittek kórházba. A műszaki mentés ezután még órákon át tartott. Addig pótlóbuszok vitték az utasokat Veresegyház és Őrbottyán között. Saját garázsában égett halálra egy férfi ajkán. A szomszédok szerint a tulajdonos nemrég vett egy amerikai autót, éppen azt csinosítgatta, amikor felcsaptak a lángok. Pár perc alatt akkora lett a tűz, hogy hiába akartak segíteni az utcabeliek, már a garázs közelébe se tudtak menni. A tűzoltók pedig csak a férfi holttestét tudták kihozni. Ez az a garázs, amelyben eddig még tisztázatlanokból felcsaptak a lángok. A szomszédok azt mondták, hogy a garázsból hatalmas füst tört fel, ezt vették észre először. Én jöttem kifele, csak a füstöt láttuk, fekete füst, ahogy szállt fölfele. Aztán rendőrautó volt itt, jöttek befele a tűzoltók. Többen is elindultak, hogy segítsenek. Kint az udvarban dolgoztam, nagy füstre lettem, még sikogatásra lettem figyelmes. Fogtam el, futottam előre, de akkor már lángolt minden, mire kinyitották a az ajtót, már a garázshoz nem lehetett menni 5 méternél közelebb, mert már jöttek ki a lángok ott is. Mert nem lett volna értelme bemenni. Mire a tűzoltók kiértek, a lángok már mindent elborítottak. Kiérkezéskor megállapították, hogy egy Iker garázsnak az egyik fele teljes terjedelmében égett, illetve a garázsban volt egy személygépjármű is. Az csak a tűzoltása közben derült ki, hogy a garázsban volt a tulajdonos is, aki valószínűleg nemrég vásárolt autóját javította. Neki már csak a holttestét találták meg. Azt, hogy pontosan mitől keletkezett a tűz, még vizsgálják. Gátlástalan betörőket fogtak el Nógrád megyében. Na, sem zavarta őket, ha békésen aludtak az emberek, akikhez besúrantak, szemrebben és nélkül kifosztották őket. Ha a zsákmány címatoltak, bárhová bemásztak. Nem nagyon válogattak. Vittek ruhát, szerszámot, de még lapos tévét is. Végül ez utóbbi buktatta le őket. Egy polgárőrnek ugyanis feltűnt, hogy két férfi egy tévével mászkál az utcán az éjszaka közepén. Egyelőre 6 lopás elkövetésével vádolják azt a 33 éves sorozatbetörőt, akit a nógrádi rendőrök az erdőkürti polgárőrök segítségével fogtak el. A férfi egy fiatalkorú társával ekkor már nem először járt a faluban. Az őket lebuktató polgárőr kérte, hogy ne legyen felismerhető. Itt történt, már a bűnöző itt rakta ki a cuccait, a melegítőt, az alsót, felsőt, meg ami volt neki, és a televíziót, a plazma televíziót itt tartotta a térével belül. És akkor mondtam neki, hogy mit kereselte itt ebbe a udvarban. A házban a család egy szinten feljebb békésen aludt. Fönn aludtunk a házban, 3-4-12 körül egyik polgárőr riasztott, aztán amikor kijöttem, akkor a polgárőr megakasztotta a tolvajt, aztán rászólt, hogy vigye vissza a plazma tévét. A polgárőr azonnal segítséget hívott, és üldözőbe vették a tolvajt. Éjfél után becsengettek a lakásomra egyik polgárőr társam, és üldözőbe vettük a betörőket. És ezen a helyszínen, hogy a fehér kocsinál fogtuk el. Azóta már az is kiderült, hogy mi történt. A hátsó ajtón jutottak be az ingatlanban, a lakók fönn a földszint, az emeleten aludtak, és a földszintről tulajdonított el ezt a tévét és a ruha darabokat is. A 33 éves férfit a rendőrök elfogták, azóta kiderült, hogy egy fiatalkorú segítője is volt. A házkutatásokon az ellopott holmik egy része előkerült, melyből az is kiderült, hogy a szerszámoktól a ruhákon keresztül a műszaki cikkekig mindent vittek, amit találtak, és az sem zavarta őket, hogy egy-egy helyen a tulajdonosok is otthon voltak. Megmentenék Illés bácsit. Már majdnem 17 ezeren írták alá azt a petíciót, amit a gödöllői cukrász érdekében gyűjtenek. A 78 éves Barna Illés cukrászdáját ugyanis egy névtelen feljelentés miatt záratta be az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Sokan viszont sajnálják a bácsit és a finom fagyiját. A gödöllői önkormányzat most úgy döntött, ők is segítenének, a tulajdonjog fejében felújítanák a cukrászdát, így Illés bácsi tovább bérelhetni a helyet. Ide jöttek, ide álltak, szembe velem. Barna Illés azt meséli, hogyan tudta meg, valaki feljelentette az Élelmiszerbiztonsági Hatóságnál az üzlete állapota miatt. Bejelentés érkezett ellenem zöld számon, és szeretnének szétnézni, mondom, semmi akadálya. A hatóság emberei ezután, a szabályoknak megfelelően, május 15-ével bezáratták a boltot.
Ami itt volt egy nap, azt nem lehet, de alig bírtam dolgozni, mert muszáj volt velük leállni, beszélgetni, meg kiszolgálni, meg minden. Azt mondja, hogy nem volt gyerekjáték, tessék elhinni. A 78 éves cukrászmester mellett rengetegen álltak ki, még aláírásokat is kezdtek gyűjteni azért, hogy Illés bácsi tovább dolgozhasson. Az erről szóló petíciót mostanáig több mint 17 ezeren írták alá. Ez a védőburok annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy néz ki így? Hogy a műhelyben és az üzletben nem a legfényesebb állapotok uralkodnak, azt Illés bácsi sem vitatja, miközben életre kelti a habverőgépet. Most a motorja egy kicsit szorul neki, és így meg szoktam segíteni. Csak hogy Illés bácsinak nincs arra pénze, hogy az előírásoknak megfelelően felújítsa a boltot. A város polgármestere kicsi gyerekkora óta fagyizik rendszeresen a bácsinál. A bezáratás híre óta keresi a megoldást a cukrászda megmentésére. Ez egy olyan érték, amit nem lenne rossz megmenteni. Hát hogy hogyan, az nem egy egyszerű kérdés. Most úgy néz ki, ha Illés bácsi is akarja, megmaradhat a nevezetes cukrászda. Ha az ingatlant meg tudnánk vásárolni hivatalosan, mert neked is kötnek a szabályok, nem lehet csak úgy költeni a közpénzt, annak ellenére, hogy manapság vannak, akik úgy gondolják, hogy csak úgy lehet, nekünk nem komoly szabályok vannak, amit be kell tartani. Gémesi György azt a megoldást javasolta az idős mesternek, hogy az önkormányzat az ingatlan értékében felújítja az épületet a tulajdonjogért cserébe. A bácsi pedig tovább bérelheti a cukrászdát, és folytathatja a helyiek által nagyon kedvelt fagylalt készítést. Ebbe már csak Illés bácsinak kell beleegyeznie. Mert nyilván övé az ingatlan, nyilván azt neki végig kell gondolnia, hogy mennyi energiát tud ebbe még ezután a sok-sok sérülés után beleforgatni. Szerintem, ha jó lehetőséget találunk ki, akkor a kedve és az energiája az megvan, akár hosszú éveken keresztül tudná biztosítani ezt a szolgáltatást azokkal a körülményekkel, amiket előírnak. Barna Illés cukrászmester örül a lehetőségnek, de azt mondja, aludnia kell még rá egyet-kettőt, egyelőre túl sok benne az elkeseredettség és az indulat. A polgármesterre jövő héten ülnek le komolyan tárgyalni az ajánlatról, és ha minden jól megy, az idén 50 éves város emblematikus cukrászdája tovább működhet majd Illés bácsi fagyijával. Idén is több ezren töltötték a pünkösdi hétvégét a Szentendrei skanzenben. Most is volt hagyományos pünkösdi király és királynő választás. Ugyan hogyan segíteni rajtunk? Igen, nem látja ide. Népi táncosok alapozták a hangulatot a skanzen bejárata mellett. Közben a frissen választott pünkösdi királyné végigjárta a portákat, hogy bőtermést kívánjon minden ház lakójának. Ekkora legyen a kendrek kendere! Ekkora legyen! Ekkora legyen! A hagyomány szerint a jó kívánságok után a háziak fellebbentették a pünkösdi királyné fájtlát. Ha mosolygott, akkor a lakók megnyugodtak, mert az bőtermést jelentett. Így próbálták előzni a rossz időt kereplőikkel a busók. A busójárásnak ugyan nincs köze a pünkösdhöz, de a skanzenben más hagyományokat is felelevenítettek. Itt például matyó viseletbe öltözhetett bárki, sőt azt is megmutatták, hogy készül a híres matyó minta. A szálirány az megfelelő legyen, a színezés az ugye az adott, tehát hogy a középtől kifelé, hogy kezdjük a színek, tehát a jellegzet, a főszín a piros, tehát az a legtöbb, amit használunk benne. Matyó malackörkölt, körömmel, csülökkel, autentikusan. 40 kiló húsból rotyogott a pörkölt a bográcsban, ez már a gasztronómiai hagyományok jegyében, de gondoltak az édes szájúakra is. Én ettem túrós táskát, én ettem túrós. A túrós táskát, a rétest és a hagyományos cukorban forgatott kürtös kalácsot is helyben sütötték. Azt is megtudtuk, hogy mi a jó kalács titka. A liszt, a cukor, a vanília, a fahéj. Ha fahéjas kell, de a citrom, amit beleteszünk, és nem eszenceket, nem feljavítókat, hanem beletesszük mindazt, amit mi hoztunk magunkkal, amiben beleszülettünk. A magyar solymászat is a világörökség része, ezért a látogatók Viktóriát, a híját is megismerhették. Emellett kézműves foglalkozásokkal, templomdíszítéssel és kirakodóvásárral várták a pünkösdülőket. Azokat a közösségeket keressük meg, akik a mai napig is őrzik hagyományukat, az identitásukat, az életüket jelenti mindaz a hagyomány, amit a mai napig is fenntartanak. Ez a közösségi tudás és a közösségi megmutatkozás a lényeg. A pünkösdi hétvégét idén is több ezeren töltötték a Szentendrei skanzenben. A híradó után most világhíradó összefoglaló, utána pedig start Róna Jegonnal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!